Üdvözöllek titeket egy újabb videóban. Ezúttal a lábedzésemet mutatom meg nektek. Olyan gyakorlatokat mutatok, amiktől jó nagy izomtömeget lehet növelni, csak nagyon fontos figyelnetek a helyes technikára. Én egy összetett gyakorlattal kezdtem, a googolással, ebből 4x10-et végeztem, és próbáltam minél nagyobb súllyal, viszont fontos, hogy ez ne menjen a helyes technika és a kivitelezés rovására. Itt láthatjátok most egy másik szögből, hogy én addig megyek le, amíg nem párhuzamos a combom a talajjal, és egyenes háttal vagyok végig. A következő gyakorlat a csípőtolás volt. Itt láthatjátok, hogy Viktor segített felrakni a súlyt, de ezt tudjátok keretben is csinálni, vagy kézi súlyzóval, és akkor nem kell plusz segítséget kérni, csak ez a rúd már nagyon nehéz volt ahhoz, hogy én fel tudjam emelni. Itt is figyelni kell, hogy egyenes legyen a hátatok, és jól szorítsátok meg a feneketeket, amikor a gyakorlatot befejezitek. Én minden kör végén még egy 5-6 másodpercig meg szoktam tartani a súlyt, és itt láthatjátok, hogy hogy lehet levenni. A következő igen hatékony lábgyakorlat a szumó guggolás. Itt arra kell figyelnetek, hogy kifele nézzenek a lábfejeitek, és itt is menjetek le addig, amíg a combotok nem párhuzamos a talajjal. Jól fel tudja dobni az edzést, hogyha külön dolgoztatjuk meg a jobb és a bal lábunkat. Ez az egylábas lábtoló is ilyen. Itt is figyeljetek arra, hogy a derekatokat teljesen szorítsátok oda a háttámlához, illetve hogy inkább a sarkatokból nyomjátok ki a súlyt, és engedjétek be, amennyire csak tudjátok. Egy szintén hatásos izomtömeg növelő gyakorlat a lábatokra, az a kitörés. Ezt végezhetitek saját testsúllyal, vagy ahogy én, kezetekbe vesztek két kézi súlyzót, és akkor egy kicsit nehezítetek rajta. Még ahogy láthatjátok, én úgy csinálom, hogy egy kicsit inkább kifelé lépek, így jobban fenékcentrikus lesz a gyakorlat. Befejezésként egy izolációs gyakorlatot végeztem a feszítőre. Fontos, hogy itt is teljesen üljetek bele a gépbe, és teljes mozgástartományban dolgozzatok. Én ezt úgy csináltam, hogy 4x10-et megcsináltam adott súllyal, majd 4x10-et dropsetben, és ez így tökéletesen kikészítette a combjaimat. Na hát, remélem tetszett ez a kis lábedzés, bedurranás garantált. Az edzés tervet a szokásos ember rakom majd a leírásba. Próbáljátok ki és írjátok meg, hogy tetszett. Azért is hajtottam most magam annyira, mert ezután megyünk Viktorral, a csapattársammal a Steak Trezorba. Egy hatalmas hambit be fogunk tolni, és akkor gondoltam, hogy jó helyre menjenek azok az extra kalóriák. Most még tolok egy kis kardiót. Igazából szoktam még most pár napot a héten, nyilván kicsit lazábban, mint amikor diéta volt, de úgy érzem, hogy ez kell is, meg tudjátok, amikor már nem muszáj, akkor már más a helyzet, és így nem érzem annyira fárasztónak se, mivel több energiám is van, illetve az egészség szempontjából nagyon fontos, hogy folytassam a kardiót néha edzések után, illetve egyébként lélektani szempontból is, hogyha mondjuk elmegyek most kajálni, akkor jól esik előtte egy kicsit úgy izzadni, és akkor jobban érzem magam. Persze egy ilyen lábedzés után azért annyira nem kényelmes a lépcsőzőgép, de ezt most letolom, és tényleg most azt tart életben, hogy utána hambizunk egy jót. Úgyhogy oda is magammal viszlek titeket, és megmutatom.
úton vagyunk. Hova tartunk, Viktor? A Steak Trezor. Egy hatalmas cheat meal-t fogunk tartani, és annyira jól fog esni, mert nagyon keményen edzettünk, úgyhogy jól betöltjük most az izmainkat. Én azért is lábaztam most előtte, mert az a cél, hogy nőjenek a lábaim, szóval nagyon sok tömeget oda kell pakolni, és így akkor a hambi majd jó helyre megy, és remélem, hogy beépül. Úgyhogy majd hozzuk nektek a kontentet róla, remélem, hogy finom lesz. Pont arról beszélgettünk a Viktorral, hogy nekem most nagyon izomlázam van minden egyes edzés után, mert egy kicsit pihisztem ugye a versenyek után, és akkor kicsit elszokott tőle a szervezetem, és hogy ez mennyire jó érzés már, mint sokszor mondják, hogy egyébként az izomláz az nem indikálja azt, hogy hatásos volt-e az edzés, vagy sem. Viszont lélektanilag ez is hozzájárul ahhoz, hogy jól érezd magad, és úgy érezd, hogy jól megdolgoztál az izmaidért. Úgyhogy én most ennek nagyon örülök, meg ez ilyen, tudjátok, jó fájdalom. Pont ezt beszéltük, hogy mi igazából imádjuk az izomlázat, mert tényleg attól tűnik úgy, hogy mi most jó keményet edzettünk, de egyébként tényleg azt mondják, hogy tudományosan, hogy nem feltétlen kell izomláznak lenni ahhoz, hogy hatékony legyen egy edzés. Viszont ez a jól eső fájdalom azért jót tesz a lelkünknek, és most én minden izmomat érzem, nagyon szét vannak, de ez azt jelenti, hogy jól megdolgoztattam. Így van, viszont a legjobb most a rohadt nagy hamburgert lesz enni, izomláz ide vagy oda. Pontosan! Úgyhogy maradjatok velünk, következőkben pedig hozzuk a hambiról a képeket és a videókat. Na hát most végeztünk. Krisztián, nagyon köszönjük a hamburgert. Isteni finom volt, nagyon jól betöltöttünk. Neked is íz lett? Abszolút, mindenképp próbáljátok ki egy jó edzés után, szerintem az a legjobb levezetés. Ó, igen, úgyhogy ez most nagyon jól esett. Örülök, hogy velünk tartottatok, meg az edzésemen is. Hogy kipróbáltátok, akkor majd írjátok meg, és hogy tetszett. Remélem, hogy élveztétek ezt a vlogot is. Nagyon szép napot nektek. Lájkoljatok, kommenteljetek, és iratkozzatok fel. Sziasztok!